szakbürokrácia, mert a 4 évenként vagy 8 évenként uralomra kerülő csoportok egyszerűen a saját embereiket ültetik be ezekbe a helyekbe. Magyarul Bibó Istvánt idézve egy szolgai bürokráciája van, amely kiszolgálja ezeket a csoportokat, és pedig úgy szolgálja ki, hogy nem a magyar köztársaságnak a szolgálatába áll, hanem a mindenkori uralmon lévő csoportoknak a szolgálatába. Azért ez egy nagy különbség, azt hiszem. És ebből ilyen időnkénti, 4 évenkénti strukturális válságok következnek, hogy nem működnek jól ezek az adminisztratív struktúrák? Nem, ebből a következő következik, hogy Magyarországon nincsen közjó. Ebből következik például Magyarországon nincs államérdek. Nincs nemzeti érdek. Ahányan vannak, annyian úgy értelmezik, ahogy gondolják. Ennek van egy nagyon fontos eleme, és ez Magyarországot 90 óta jellemzi. Magyarország nem volt soha jogállam. Magyarországon a mindenkori parlamenti frakció többség uralma alatt áll az ország. Ez is egy nagyon nagy különbség. Ugyanis ezt nevezi például Lengyel György színlel demokráciának, amely a következőt jelenti, hogy senki nem tartja be a szabályokat, nincsenek is igazából szabályok, se az elit, se pedig a politikai csoportok nem tartják be, és ebből viszont nagyon jól megélnek ezek a politikai pártok, hogy egymást váltogatva úgy csinálnak, mintha itt valami dolgot tennének. Ugye az alapvető kérdés ebben az összefüggésben számomra az, hogy milyen demokrácia az, amelyik 20 éven keresztül annyit tudott produkálni, hogy az ország lakossága egyre rosszabb állapotba termelődik újra. A magyar jelenlegi berendezkedést én egyszerűen klientúra kapitalizmusnak hívom. Mások ennél sokkal rosszabb minősítést adnak, például Stiglitz fejlődő országok esetében hosszan beszél maffia kapitalizmusról. Az ország úgy alakul ki a rendszerváltás után, hogy túl sok a vesztes, és nagyon kevés a nyertes. Ki a csuda hiszi el azt, hogy egy rendszerváltásnak, mondjuk a rendszerváltás után 20 évvel az a fő teljesítménye, hogy körülbelül a lakosságának olyan 45-50%-a nyomorszinten termelődik újra. A szociológusok, főleg Andor Karudolf, Ferge Zsuzsa, Gazsó Ferenc már 95-96-ban mondták, hogy itt nagyon nagy baj lesz, ez egy latin-amerikai típusú fejlődés irányába megy el. Ez az illúzió, ami megvolt a rendszerváltáskor az emberekben, az hogyan élt tovább a tekintetben, hogy mindazt, amit az MSZP szociális biztonságként és egyenlőségként ígért, az valahogy benne maradt az embereknek a zsigereiben, legalábbis az én korcsoportomban, és azért zömében ez a korcsoport van itt jelen. Mi azzal kötöttük össze, hogy az egyenlőség jó dolog, az egyenlőség létező dolog, tehát az MSZP ebben az értelemben nagyon falsul fog hangzani, de ne értsék félre, utód pártnak számít az MSZMP-hez képest, mert ezt az illúziót rántotta a szavazóbázis magával szerintem, vagy vitte magával, és ezt az elvárást. Vagy ez hülyeség? A demokrácia alapelőivel szerintem ebben az országban az emberek tömegeinek alapvetően nincs baja. A demokrácia intézményrendszerével sincs baja. Vannak olyan tendenciák, amelyek érdekesek és problematikusak. Nyilvánvalóan van egy olyan tendencia, amely a rendet igényli nagyon keményen, ugye ez egy meghatározó momentum az utóbbi években. Tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy eltaszították volna az emberek a demokráciát. Erről szó nincs, a demokráciát igénylik, vallják, alapelveivel megítélésem szerint tisztában vannak, míg például a választás momentuma, ez a leghatározottabban igényelt elem a köztudatban, hogy a kormány leváltható legyen, hogyha az embereknek nem tetszik. Ez a választással lehet váltani, ezt be is gyakorolták, ugye ez kétségtelen, amit mi tragédiának fogunk föl, hogy itt ciklikusan döntik a kormányokat,
Egyébként akkor van valami, amikor nem döntik. Hogyha visszatekintünk, ugye 2006 óta a legnagyobb, meg itt, de hát én egy politikai analfabéta vagyok, ezt szeretném nyomatékkal leszögezni. Tehát én, mint szociálpszichológus azt mondom, hogy itt van egy ilyen örlő mechanizmus. Az egyik oldalon nevezzük ezt modernizációnak, persze sok mindent elfed, de hát egy kapitalista világba való integráció, nemzetközi kapcsolatrendszer, kívánalmak az országgal és az ország gazdasággal szemben, ami húzza. Ugye? És van egy másik szál, amire utalt, ez a szociális biztonság és csatolt részek, ami a Kádár rendszer emlékével valahogy ölelkezik. Eleget kell tenni ezeknek a modernizációs igényeknek, ezt kínálja és követeli a politikai és gazdasági kényszer, és meg kéne felelni az emberek korábban kialakult és szűnni nem akaró vágyának, hogy szociális biztonságban legyenek. Sejteni vélik, hogy valódi, mindenre kiterjedő, teljes egyenlőség nem volt és nem lesz. De a szociális biztonság elemi igénye, ez benne van az embereknek, és emberekben is, hát így buknak egymást olyan kormányok, mert a kettős igénynek eleget tenni Magyarországon feltehetően nem könnyű dolog, ez egy mértéktartó ítélet, ugye? 2006-ban nem bukott meg a kormány, viszont megsemmisült utána. Én szerintem abban, hogy nem bukott meg, ennek nagyon nagy része volt abban, hogy utóbb megsemmisült, vitte tovább az ígéreteit, miközben nem volt társadalmi hitele. Mi méricskéltünk ebben az időszakban, mi azt hittük, hogy megbukott. A rendszerváltás pillanatában azt nem tudjuk egészen pontosan, mindenki egyaránt boldog volt. Ugye van egy középosztályi garnitúra, van egy társadalmi réteg, ami látta a perspektívát, örült ennek, bízott abban, hogy nyerni fog, de én nem tudom, hogy akár most vegyük az egyszerű munkásember sablonját, hogy teljesen mondjuk Csepelen ott annyira dobálták-e magukat az örömtől az emberek. Nem, de ahhoz voltak szokva, hogy van munkájuk Csepelen. Abszolút, abszolút. De rosszat sejtettek, hogy nem lesz. Én csak ide akarok kiukadni a maga kérdésére. Válaszolod, és nem kellett ebben csalódni. Ebben nem kellett csalódniuk. Tehát, ha megengedített. Én azt hiszem, hogy nem volt ez annyira homogén, mint ahogy mi a magunk körében ezt feltételezzük, hogy a rendszerváltáshoz nagy illúziók kötődik. Csomóan aggodalommal, de hát ezek nem voltak nagyon harsányak ebben az időszakban. Bekövetkezett az a folyamat, amire utalt egészen hamar, nevezetesen a társadalmi differenciálódás, ami ez még egy, az ugye tulajdonképpen évek alatt süllyedtek társadalmi rétegek, hogy erre utalt, és emelkedtek ki milliómosok és milliárdosok. Mivel kapcsolatban egy megjegyzést azért lehet tenni, hogy mondjuk a protestáns munkaetika, amely egy ilyen alapmagyarázó elve ugye a kapitalizmus rendszernek, hogy a munkával emelkednek ki emberek, és milyen derék emberek, akik kiemelkedtek, mert nyilván a munkából fakad az ő sikerük. Ezt mondjuk Magyarországon a rendszerváltás pillanatában elég nehéz volt elmondani, hogy a Frissen született néhány milliárdosra, hogy a kemény munkával harcolta ki a pozícióját. Tehát ugye gyors társadalmi differenciáció ment végbe, süllyedtek az emberek, és emelkedett szemlátomást más csoport, és ez honosított meg egy olyan felfogást, amit mi kontraszelekció élménynek, hogy kontraszelekció zajlott volna a társadalomban, ezt egy szociálpszichológus nem ismeri, mondani, és nem is mondhat ilyet, de hogy ilyen élménye volt az embereknek, hogy egy kontraszelektív folyamat megy végbe, tehát a státus és az érték, és itt most elsősorban a morális értéket emelném ki, nincs jó viszonyban, sőt ellentétébe fordult, tehát gazemberek vannak fönn, és a derékember meg lesüllyed, egy ilyen, nem hogy volt ilyen közfelfogás, ez a tendencia forgó politikai rezsimek között folyamatosan fönnáll, mérhető, gyönyörű nézetrendszer. A Kádár rezsim egy önálló karriert kezdett futni. Kontrasztot jelentett. Nyilván a jelen elutasítása emelte meg a múltat. Az, hogy kiüresítette az érdek, vagy kiüresíti a jelenlegi kormány az érdekegyeztetést, vagy a társadalmi párbeszédet, hát ugye ez abból az alaphelyzetből indul ki ez a megállapítás, hogy mintha előtte nem lett volna üres járatba. De az igazság az az, hogy leszámítva bizonyos szűk, egyébként nem jelentéktelen munkaügyi tárgyalásokat, amik valóban az érdekegyeztető tanácshoz kötődnek, az egész rendszer a Gyurcsány kormány idején javarészt üres járaton mozgott. Tehát ezek a testületek leginkább egyfajta színpadot produkáltak a miniszterelnöknek arra, hogy prezentálja az éppen esedékes 8, 16, 48, nem tudom én hány pontját, hogy aztán két hét múlva a szám az változzon, és új halaszhatatlan prioritások kerüljenek előtérbe.
A bajnai kormány az pedig egy válságkezelő kormány volt, tehát a válságkezelés idején az, hogy én megegyezhetés, meg társadalmi párbeszéd, az úgy nem nagyon működik. Most én nem azt akarom sugallni, hogy a mostani kormányban látható lenne bármiféle elkötelezettség ezen a téren, mert egyáltalán nem látható. Egy olyan van, hogy valószínű, hogy az intézmények fennmaradnak változott formában, hogy aztán mi lesz belőlük, az más kérdés. Na most ugye itt az alapvető dilemma, ami közvéleményben is felmerülhet, de akik a politikával foglalkoznak azokba feltétlenül, hogy na most ezáltal, ha netalán kiüresedik, vagy üresen marad, vagy akár mit csinál az érdekegyeztetés, vagy társadalmi párbeszéd, ezáltal éri-e sérelem a demokráciát, vagy nem éri sérelem. Most nekem az a véleményem, hogy a társadalmi párbeszéd, meg az ő intézményei egy ország demokratikus működése szempontjából nem azonos minőségűek és nem azonos súlyúak, mint mondjuk a szabadon választott parlament, a kormány, a független bíróságok és a többi és a többi. A társadalmi párbeszéd, ahogy ma kinéz és világszerte gyakorolják, az egyfajta opció, ami egyébként demokratikus rendszerekben, meg nem demokratikus rendszerekben is felmerül. Egy olyan opció, ami azt kínálja a hatalmon lévőknek, hogy támaszkodjanak a társadalommal való egyfajta konzultációra, együttműködésbe, mégpedig annak érdekében, hogy a közpolitikák, a jogszabályalkotás az nagyobb támogatottságra találjon, elfogadottabbá váljon, és a többi, és a többi. Mondanom sem kell, hogy erre, minthogyha most itt is meglehető szükség lenne, meg minthogyha meglehető szükség lett volna a MSZP kormány által meghirdetett reformok idején is. Egyébként a társadalmi párbeszéd általában válsághelyzetekben jön elő. Egyébként ezzel is magyarázható, hogy az ilyen intézmények, mint az Országos Érdekegyeztető Tanács és a hasonlók a rendszerváltás kapcsán Kelet-Európában mindenütt megjelentek és éltek, és azt hiszem, hogy volt is egy szerepük, a magyar OIT-nek is egy nem jelentéktelen szerepe abban, hogy ez a dolog békésen ment végbe. Ahol megvan az akarat, ott megvan a lehetőség. A konkrét megoldások azok nagy mértékben különbözhetnek, függően a történelemtől, a kultúráktól, az értékektől, stb. Egyetlen áthidalhatatlan akadály áll a társadalmi párbeszéd útjába, hogyha a felek nem hajlandók beszélgetni egymással. Nincsen semmilyen terület, ami ne lett volna jobban megviselve az elmúlt egy év alatt, mint a jogi intézményrendszer. Ennek melyik a számodra legpregnánsabb példája? Hát kezdjem egy kicsit távolabbról. Az intézmények elvszerű karbantartásának hiánya vezetett oda, ami most van. Tehát sok pregnáns példa van erre, majd visszatérünk, nyilván az alaptörvény, tehát a közjogi berendezkedés csúcsa az, ami a legszimbolikusabb és a legerősebb, és ebből következik majd sok minden, aminek részben előtte vagyunk. De ugye azt kéne megmagyarázni valahogy, hogy miért érzi a jobb oldal azt, hogy óriási felhatalmazása van arra, hogy változtasson radikálisan, gyorsan és alapvetően. És én szerintem egyrészt azért, amit az elején mondtam, tehát hogy ezek az intézmények üres formák maradtak, másrészt azért, mert az elmúlt 20 évben is ebben tényleg szinte minden, hát nem, visszavonom a szintét, minden kormány felelős,
Ezeket az intézményeket elvszerűen kellett volna karban tartani, tehát hozzá kellett volna nyúlni akkor, amikor ezt még nagy, radikális átalakítások nélkül lehetett volna. És az elvszerűség azért fontos, mert nem a politikai